trusts him, but he gives nothing. Well, it's not true. Every morning you wanna smile in his face, fantasizing. There's no remedy, no way to lay. Could be his friend, but around his space now in his bed. Why don't you let the thoughts to leave you? What other lovers can do we better? And come wait to see each other. It's so easy, easy. Just find your way to be happy. And keep going. Just find your way to be happy. And keep going. Just find your way to be happy. And keep going. Just find your way to be happy. Trust him and no more crying about the things he'll never do. Every midnight you need to turn around into bed, cause you're just thinking and thinking, what's wrong with me, man? You could be his friend, but you empty space now in his bed. Why don't you let the thoughts you leave you? What other lovers can do we better? And come wait to see each other. It's so easy, easy. Just find your way to be happy. And keep going. Just find your way to be happy. And keep going. Just find your way to be happy. And keep going. Just find your way to be happy. Keep going. Hangácsi Mártont láthattuk és hallhattuk, és mindjárt láthatjuk újra és hallhatjuk, mert remélem, hogy pillanatokon belül ide is ér hozzám. Hol vagy már? És itt jön Márton. Szerbusz, üdvözöllek nálunk. Sziasztok, szia. Szia. Beszéljünk a videókról. Kihoztál most az utóbbi hetekben 3 darab videót, 3 szám. Mi szerint válogattad a számokat, és miért érezted úgy, hogy ezeket élő videókban kell a rajongóid számára megmutatnod? Mind a 3 dal rajt volt a lemezemen, mi nemrég jelent meg, és valahogy úgy látom, hogy koncertek után kicsit jobbak a visszacsatolások, mint mondjuk, ha meghallgatnak egy-egy dalt. Éppen ezért próbáltam egy videóba ezt a koncertélményt átültetni, ez az egyik része. Másik pedig az, hogy aki esetleg még sose volt, sose járt koncertemen, csak lemezen hallott, vagy videókat látott, az egy kicsit kedvet kapjon hozzá. Hogy tudja meg, milyen élőben. Így van. Jó, de azt viszont tudom, hogy a lemezeden nem 3 számban, tehát nem úgy volt, ez hogy azt mondtad, hogy így lehúztad a 3-at. Akkor hogy válogattad össze a 3-at? Hogy legyen közte egy nagy közönség kedvenc, legyen egy olyan, ami a te szívednek nagy kedvence, és legyen egy olyan, aki mondjuk azoknak szántad, akik először találkoznak veled, és egy ilyen beltető anyagként? Igazából a 3 jelenlegi kedvenc dalomat választottam ki. Tehát 3 különféle aspektus igazából mind a 3 dal. Az egyik egy hangszerelésileg tetszik nagyon, a másik úgy egészében, a harmadik pedig azért, mert éppen nagyon aktuális. Ha. Azt mondtad a nyárral kapcsolatban, hogy idén nyáron, vagy hát most már az elmúlt nyáron nem fogsz zenét szerezni, hanem csak a koncertezésekre, a fellépésekre koncertrálsz. Sikerült beváltanod ezt a tervedet? Abszolút. Olyannyira, hogy még most se alkotok, úgyhogy még hát azért... Ez egy tudatos nem alkotás, vagy elmustultál a nyáron? Nem, tudatos, mert azért tudod, hogy egy lemezt megcsinálsz, és mondjuk tényleg nem csak, mert mondjuk egy zenekarban egy session zenész megcsinál egy lemezt, az egészen más, mint mondjuk én, aki 12 gyereket kilökök a világba. Úgyhogy egy kicsit ezt így el kell engedni ahhoz, hogy ennél jobbat tudjak majd alkotni később. Szeptember 27-én ugye önálló koncerted van itt Budapesten. Így van. Akkor ezek szerint arra nem készültél semmilyen nyalánksággal, hanem itt a jól megszokott régi számaidat lehet újra hallani? Így van, bár azért mindig átdolgozom őket, szóval általában ugye
szezononként van egy-egy koncert, és mindegyik dal formálódik egy kicsit. Szoktam egy-egy covert játszani, egy-egy feldolgozást, ami mindig szintén cserélődik, hogy éppen mi az. Úgyhogy azért lesznek izgalmas dolgok azokon kívül, amiket már megszokhattak tőlem az emberek. Lemegy akkor gondolom az önálló koncerted, szeptember 27-én veszel egy nagy levegőt, mert hogy ezen is túl vagyunk, és elkezdődik az alkotási folyamat, vagy még úgy gondolod, hogy még egy picit... Akkor azért már elkezdek alkotgatni. Most például az előbb, amikor itt a hangbeállást csináltuk, épp felvettem egy ötletet, mert tök meg tetszett, úgyhogy ezeket azért így gyűjtöm. És ha rajta lesz az új lemezen, akkor jeleznéd, hogy ezt itt a Petőfi Televízióban nektek szállt meg az küldeni. Köszönjük szépen. De ugye egyébként milyen terveid vannak a jövőre nézve, mert akkor ezek szerint születni fognak új dalok? Viszonylag standard, szóval az, hogy pontosan mikor, hány dalt akarok kihozni, erről fogalmam sincs, ez úgy fog kialakulni, hogy éppen hány dalt írok meg. Az biztos, tehát ami egy nagyon nagy cél, hogy egy ilyen nagyon biztos közönséget építsek magam köré, ami nem baj, hogyha nem több ezer ember, viszont legyenek mindig ott. Nagyon hűségesek. Így van. Ez nagyon nagy cél, illetve tényleg az, hogy a dalok, amik megjelennek, azok egyre jobbak és jobbak legyenek. És a videókkal itt most le is álltál, vagy még számíthatunk arra, hogy lesznek ilyen videók a neten? Ilyen élő videók nem lesznek most egy darabig, az biztos. Legközelebb, hogyha lesz videó, az szerintem már egy ilyen hivatalos videóklip lesz, és akkor utána meg aztán bármi. Azt is lehet hozzánk hozni, remek klippremiereket tudunk rendezni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor nagyon sok sikert neked. Szeptember 27-én a Kuplungban lesz így az önálló koncert. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen, sziasztok!